Kedves nézőink, akik hódolnak a Valentin napnak, azoknál az egyik leggyakoribb ajándék egy finom csokoládé szokott lenni. A következő percekben az édességek világába kalauzoljuk majd el önöket, Felbermann Endre vendégünk. Én azt hiszem, hogy nem kell téged bemutatni itt a nyíregyháziaknak, a megyeieknek, hiszen ugye gyakorlatilag a történelemben való kutakodás és a maga politikai karriered éveken keresztül ugye ismertté tett, de most mégis egy egészen más területen dolgozol, egy édesség, egy csokoládéboltot üzemeltettek, úgyhogy szerintem sokan irigyelnek. Ez valami olyan fajta jutalma lehet a te eddigi pályafutásodnak, hogy ott valóban fel lehet oldódni, és tényleg beszélgetni, a legjobb dolgokat kínálni az embereknek, úgyhogy valószínűleg egy ilyen ajándék állásod van, legalábbis én magam ezt hiszem, de nem azért hívtunk ide, hogy ezt megcáfold, sokkal inkább azért, hogy megerősítsd, és hogy egy kicsit ezekről az édes dolgokról beszélgessünk. Egyrészt te is élvezed ezt az édes életet, amibe csöppentél? Hogyne. Én egyébként is édes szájú vagyok, úgyhogy én olyan vagyok, mint a gombóc Artúr, hogy csokoládé minden mennyiségbe, de tényleg ez az elfoglaltság nekem, ez egy gyönyörű életpálya vége, mert a csokoládék között lenni, és a csokoládéról beszélni, és a csokoládé világába belekóstolni, az egy édes dolog valóban, és nagyon kellemes elfoglaltság, imádom is egyébként, megmondom őszintén. Mindenkinek ajánlom, hogy időnként váltson szakmát. Én váltottam egy szakmát, de ez csak olyan ötletszerűen, és annyira feldobott, és annyira élvezem a csokoládéval való foglalkozást, hogy hihetetlenül megfrissültem tőle. Egyébként ugye érdekes, mert az, hogy lokálpatrióta vagy, és szereted a város, szereted az országot, az azért a csokikban is megmutatkozik, hiszen például nagyon különleges csokoládés dobozokban lehet például akár ajándék csokit kérni, amin a régi Nyíregyháza nevezetességei találhatóak. Ez a... Te ötleted volt? Hogy ezt... Igen. Hát ugye nekem készült egy könyvem még 1998-ban, Emlékek a múltból címmel, és rengeteg anyagom van a város régi arculatáról. Hát az újról meg nem nehéz fényképeket találni és csinálni, úgyhogy kitaláltam, hogy készítettem egy olyan dobozt, amiben csokoládékat lehet belehelyezni, és bármilyen képet rá lehet szerkeszteni, azt magam csinálom, hogyha valakinek igénye van rá, akkor még családi képeket is teszünk rá. Viszont többféle méretben is lehet ilyet kapni. Hát most a doboz... ezt nem is néztem. A doboz mérete, az egyik mérete itt van, de ezen most nem Nyíregyháza van, hanem az alkalomnak megfelelően szeretettel Valentin napra. Hát igen, de, ahogy itt ugye a felkomban említettem is, ez egy nagyon kézenfekvő ajándék, hiszen ugye a csokoládé, a szerelem, az édes élet és a felszabadultság egy kicsit összekapcsolódik, és hát ez millió motívumban megjelenik itt azok között, az édességek között is, amiket elhoztál. Vannak-e kifejezetten nőies és férfias csokoládék? Igen, hát itt éppen a kezembe tartok egy nagyon nőies, ez is a saját ötletem. Ezek nagyon finom kis szívcsokoládék, és maga a doboztető is a Valentin napra utal, ugye? Ez kimondottan nőknek, ugye való? Hát van különösen néhány fajta, amit elsősorban férfiaknak, talán ezt tudom mutatni a férfiaknak, ez például rozébor mellé kitűnő, vagy éppen a kezemben lévő táblás csokoládé, ez pedig egy kék frankos borhoz illeszkedik. Az én kezembe is nyomtál egy ilyen fiús csokit, ez igen, pedig, ez... ha jól látom, akkor, illetve hát jól látom. És Cabernet Sauvignonhoz, ugye? Tehát akkor akár mondjuk gondolom a bort is meg lehet hozzá vásárolni. Bort is meg lehet hozzá vásárolni, és ez a hölgyeknek, a párjának ugye lehet ajándékozni, de vannak itt olyanok is, amelyik bárkinek. Mondjuk ez a csokoládé akár férfinak, akár nőnek, ez egy olasz csokoládé. Ezt azért hoztam, mert hát a szerelmeseknél azért elcsattan időnként gondolom egy csók, és a bácsi, az ugye olasz szó, az azt jelenti, hogy csók. Értem, szerint semmi köze a bacillushoz és semmi köze a bacillushoz és a szarvasmarhához sem. Az influenza járványhoz sem.
Nos, én úgy gondolom, hogy végül is ugye nagyon fontos, hogy az ember tényleg szeretettel adja azt, amit, és nem feltétlenül a mennyiség az, ami talán dominál. Bár emlékszem, azért voltak olyan évtizedek, amikor ugye azt néztük, hogy minél nagyobb legyen az az ajándékkosár, és akkor lehetőleg meg legyen tömve mindenfélével. Aztán, ahogy a minőségi csokoládék bejöttek a képbe, úgy rájöttünk, hogy elég egy pici, és a csokoládé fogyasztás is lehet ugyanolyan kultúrált, mint az alkoholfogyasztás. Például azért rajtad nem látszik, hogy kóstolgatod ezt a csokit, van valami trükköd, vagy valamiféle, hogy is mondjam, mérték, vagy mérce? Mértéktartónak kell lenni mindenbe, és akkor nem kell ebből annyit tenni, hogy aztán kilót szedjen magára az ember. De hát itt van mindenféle, a kisebb pénzű embereknek egy pici kis szelet, LAV felirattal, vagy tudom ajánlani ezt a kis egyszerű kis tejcsokoládét, ez is LAV, mini csokoládék. De hát nagyon guszták ezek a kis hollóházi bombonierek, amiben ezüst szívecskét töltöttünk meg, vagy a másikba, abban pedig csillagok, nagyon finom olasz csokoládé csillagok vannak, mert hát ugye, ha becézi az ember a párját, akkor mondhatja neki azt, hogy csillagom, hoztam neked egy kis édességet. Egyébként mi a tapasztalatod, ha bemegy valaki? Én mondjuk, amikor bementem, akkor ugye ez ott a bőség teljes, el is bizonytalanodik az ember, hiszen akkor a kínálat, hogy csak a vizuális inger az, ami számít, vagy ilyenkor esetleg kóstolgatnak is a vásárlók, mielőtt mondjuk egy ajándékot megvásárolnak? Az igazság az, hogy a vizuális az emberek 99%-a. Elsősorban azt nézi, hogy hogy néz ki az ajándék, ezért nagyon fontos a csomagolás. Hát mondok egy példát, ugye itt van egy csokoládé, ez egy magyar termék, azért ez dizájnőrrel van megterveztetve. Tehát magát a dobozt is egy dizájnőr tervezi meg, ez is alkalmas Valentin napra, hisz a kis málnák úgy vannak elhelyezve, mint egy kis szív. Aha. Ugye? És hát belül is... Ezt már be se kell csomagolni gyakorlatilag. Nem, belül is nagyon szép, mert olyan ízlésesen van belül is, tehát nem csak a külsőségekre adnak, hanem belül is ízlésesen van csomagolva, hogy lássák azt, hogy itt mindenre figyel a gyártó. Tehát az emberek nagy része szemmel vásárol. Tehát én, amikor az áruterméket összeállítom, és kiválogatom a szállítóktól, akkor én is vásárolói szemmel nézem, hogy nekem vajon tetszik-e annak a csomagolása, és aztán persze nézem azt is, hogy az minőségi legyen, mert én gagyit nem akarok árulni. Melyik nemzet csokoládéja az, ami a legkelendőbb, vagy a leghíresebb? Hát a mi boltunkban azt kell, hogy mondjam, hogy a Stümer csokoládé, az egy magyar csokoládé, a Csokomi csokoládé, szintén magyar csokoládé, ami a legkelendőbb, és legtöbbet ebből fogy, de nagyon finomak is. A Stümer csoki az ugye kb. 12 éve magyar csokoládé, mert az háború után ezt gyakorlatilag beállamosították. Lehet, hogy vannak még Nyíregyházán olyan idős emberek, akik emlékeznek, hogy a Városháza alatt volt egy Stümer csokoládéból. Nekem vannak olyan képeim, amin ez meg is nézhető, de hát ez már a múlt. Azon kívül én magam részéről a legfinomabb csokoládénak tartom a magyarokon kívül még a belga csokoládékat, a francia csokoládét és az olasz csokoládét. Svájci csokoládé is nagyon finom, én svájci csokoládét nem forgalmazok, mert az a más boltokban elég nagy mennyiségben látható. Hát igyekszem olyanokkal foglalkozni, ami máshol nem nagyon található meg, hogy legyen választék az embereknek. Hát kedves Endre, tényleg itt a végén aztán, ahogy elmondtad ezt a sokféle nációt, eszembe jutott, hogy valóban ebben a gombócartúr hasonlatban van valami kerek csokoládé, lukas csokoládé, svájci csokoládén kívül bármilyen csokoládé szinte megtalálható nálatok, és én úgy gondolom, hogy tényleg a legnagyobb szeretettel kínáljátok ezt, nem csak Valentin napon, hanem az év szinte minden napján. Hát köszönjük szépen, édes élmény volt veled ez a beszélgetés. Én is köszönöm veled is. We'll be right back.